minden esztendőben vannak olyan időszakok, amikor problémát okozhat a kutyánk szökése, ugyanis az úgynevezett tüzelési időszak van. Talán először is azonosítsuk be ezt az időszakot, hogy miért érzik úgy a kutyák, hogy a kerítésen is át kell rágniuk magukat, és elindulnak. Gyakorlatilag mindig vannak szökős kutyák, meg kinti kutyák, akik úgy érzik, hogy el kell, hogy menjenek, de valóban a tavasz, meg az ősz, ez egy ilyen hagyományosan a tüzelési időszaknak kinevezett időszak. Ilyenkor az ő hormonjaik is jobban elindulnak, gondolom én, ezért van ez, és ilyenkor a fajfenntartási ösztön felülír mindenféle más tanult dolgot, és ők mennek. Ilyenkor nagyon nehéz őket megfogni, egyetlen akadály van nekik, vagy segítség ebbe az időszakba a gazdának, hogyha ivartalanított a kutyájuk, mert akkor nem érzik ezt a késztetést, hogy menniük kell. Milyen szinten találkozik az állatmenhely ezzel a problémával? Keresnek-e benneteket, akár Kanizsáról, akár a környező falvakból, hogy keresik a kutyájukat a gazdák gyakorlatilag? Igen, többször megkeresnek bennünket ezzel, sőt azzal, hogy csoportosan járkálnak a kóborkutyák a településen, és ez azért van, mert egy tüzelő szukát követ a többi kankutya, sőt érdekes módon még a szukák is néha beállnak a csapatba, és együtt kóborolnak. Ilyenkor nehéz őket megfogni valahova, például most legutóbbi időben is bevették magukat valami elhagyatott házhoz, pincéhez, és akkor ott bandáztak sokáig, napokig, sőt hetekig eltarthat ez az időszak. Ilyenkor érdekes módon a kutyák szinte haza sem mennek, vagy csak érintőlegesen, hogy éppen esznek, és már kell is visszamenniük, úgyhogy ez egy nagy probléma, meg hát veszélyhelyzet is. Az állatmenhely munkatársai nyilván reagálnak minden hívásra. Mekkora százalékban tudjátok befogni őket? Általában azért úgy meg lehet őket fogni, bár van amelyik ilyenkor nem velünk akar barátkozni, hanem a kutyákkal, tehát kicsit furfangosnak is kell lennünk, meg van nekünk ilyen altatós pasztánk, sajnos a kilövés az most már nem megy, mert az nem szabad, nem szabályos, viszont az altató paszta, ha megeszi a kutya, akkor azért az úgy szokott segíteni. És azért, hogyha a csapatból egyet-egyet meg tudunk fogni, akkor a többi úgy szétoszlik, főleg ha a tüzelőszukát fogjuk meg. Van-e esetleg ebben az időszakban olyan felelőssége a gazdának, hogy ha már értesítést kapott az állatmenhely, és befogja a kutyát, akkor ő milyen feltételekkel viheti haza? Ez elsősorban úgy működik, hogy ha valahol találnak, vagy látnak a lakók egy ilyen csapat, akár csapatot, vagy akár egyedüli kóborkutyát, most ez lehet, hogy nem is tüzelő kutya, csak éppen otthonról egy picikét meglépett, akkor mindig a helyi jegyzőt kell ezzel hívni. Az állatvédelmi törvény szerint ő a kijelölt illetékes ebbe az ügybe, és a jegyző a polgármesterrel karöltve rendeli meg tőlünk a gyepmesteri szolgáltatást, hogy azt a kutyát mi be tudjuk fogni, vagy hát befoghassuk. Nyilván, hogy amikor megvan a kutyának a gazdája, ha jó esetben van egy csip benne, és az még regisztrálva is van, akkor ő eljöhet a kutyáért, ha csak nem a valamilyen jegyzői rendelettel meg van neki tiltva, hogy nem tarthatja, akkor nekünk kötelező visszaadni. Nyilván, hogy valami kis költséget mi ezért felszámolunk, 5000 forintért adjuk vissza gyakorlatilag a kutyát, nem olyan sok, viszont egy kis visszatartó erő, amikor már főleg, ha több egyszerre fogjuk meg, akkor mindig azért szokott ezzel járni. Tehát jobban utána néz a gazda, hogy hol ment ki a kutya, miért ment ki, mert egy jó kerítésből azért nem szokott kijönni a kutya. Ha mégis, akkor lehet még egy villanypásztort beszerelni, vagy akkor megint jön az ivartalanításnak a fontossága, mert azért azzal nagyon sok mindent meg lehet akadályozni.